Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. Jézus ezt felelte: írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta a szem előtt a földkeresség minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert hisz én kaptam, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tiéd lesz. Jézus elutasította: írva van, Uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: ha Isten fia vagy, vesd le magad innét, hisz írva van, angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és kezükön hordozzanak majd, nehogy kőbe üsd a lábadat. Jézus ezt válaszolta: az is írva van, ne kísért Uradat Istenedet. Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása legyen mindenki bocsánat. Kedves Jézus telve van Szentlélekkel, amikor elhagyja a Jordán folyót, és ez a Szentlélek elvezeti őt a pusztába. Vajon miért vezette a lélek őt a pusztába? A nagybőt első vasárnapjának a első könyörgésében ott van az, hogy szeretnénk megismerni Krisztus titkait ebben a nagybőti időszakban. Hát az egyik titka az, hogy vajon miért volt őt a pusztában. Szent Márk evangélista azt írja, hogy megkísértse a sátán, és ő nem számol be a kísértésről, ellenben Szent Lukács és Szent Márk részletezi ezt a kísértést, amint az imént olvastam. Hát az Isten az kísérti az embert, és a fiút, aki egyéneg Isten az Atyával, a Szentlélek viszi azért, hogy emberi természetében, kísértésben legyen része. És a válasz az, hogy igen, de ez a Szentlélek, amellyel telve volt Jézus, és amelyet az őt követők a keresztségben megkapnak szintén.
bérvállásban pedig megerősíti őket az ajándékaival, ez a Szentlélek meg akarja adni a megkülönböztetésnek a tudományát, és ezt így mondjuk, hogy a megkülönböztetés lelkét, hogy különbséget tudjunk tenni, mint Jézus is, a kísértés között, amely bűnre visz és halál. És a kísértés között, amely próbatétel, amely a kipróbált erényt akarja adni nekünk, amely szükséges a belső embernek a növekedéséhez. Mert nincs győzelem ott, ahol nincsen küzdelem. És nincsen küzdelem ott, ahol nincs ellenfél. Ez a Szentlélek, aki Jézust a pusztába viszi, és az egyik ok az, hogy a kísértésben helytálljon, emberi természetében megmutassa azt, hogy minden más ember, aki csak ember, és nincs istensége, hanem csak ember, a bűn miatt, amit örökölt, az átteredő bűn miatt sérülékeny, ezért kísértésekben van része a föld életben, de ezek a kísértések kétfélék lehetnek. Az egyik az Istentől jött próbatétel, amelyben nem akarja, hogy az ember elessen, hogy beleegyezzen. Hiszen, ahogy ezt a Szent Pál is kimondja a korintusi első levélben, hűséges az Isten, és nem akarja, hogy erőtökön felül kísértés szenvedjetek. A kísértéssel együtt megadja a szabadulás lehetőségét. Éppen ez a próbatétele a tőle jött kísértésnek, hogy megmutassa, hogy az ő erejében győzni tudsz, és hogy örömöd legyen a győzelemben, és hogy ezért lelkileg megerősödjél, megtanult a küzdelem módját, amely által, a módszer által mindig győzni fogsz, hogy felfedezd a Szentlélek erejével, ami ott van veled mindig a keresztény óta, a Szentlélek erejével fölfedezd a szabadulás útját. Ez a Szentlélek lelegezi a másik fajta kísértésnek a tárgyát, amely szemre szép, kívánatos, de a gyümölcse a halál. Ahogy az a kísértés, első kísértés történetében, a bűnbeesés történetében ott van. Mert Isten nem akar olyan próbatételt, amely próbatételnek az a lényege, hogy ne engedelmeskedj az Istennek. Nem evett semmi sem. Itt vannak a titkok, amelyekre fényben. Nem evett semmit sem, mert meg akarta tapasztalni, hogy mit jelent az emberi természet gyöngesége, kiszolgáltatottsága, hogy megalázkodni Isten teremtő Isten előtt, emberként, hogy rászorulunk az Atya gondoskodásra, aki az élet adója és az élet fenntartója. Egy ilyen helyzetben, amikor a végletekig elmegy Jézus a fiúságban, az Atyától való függőség helyzetében, a végletekig elmegy, ekkor lép színre az a kísértő, amely nem a próbatétel kísértője akar lenni, hanem egy olyan kísértő, amelybe ha beleegyezik az ember, akkor ennek a gyümölcse a halál. Jézust is megkísérti, mint Ádámot. Ádám, aki Isten gyermeke, és elbukik, az Isten tervének hátat fordít, hogy az Isten családjában éljen ebben a földi életben. Kipenderül belőle, amikor elköveti az engedetlenségét, és Isten közeledik, fél az Isten családjában maradni, elfelejtőzik előle.
Azt hiszi, hogy el lehet rejtőzni, de ő már erre rejtőzött az engedetlenséggel. Kikerült az Isten családjára. Ezért fél, mert nem része a szeretet. A félelem büntetés, szenvedés, a szeretet hiánya. Aki tökéletes a szeretetben, az nem fél, mondja János első neve. Színre lép a kísértő, és Jézus példát ad arra, hogy hogyan lehet legyőzni ezt a kísértést. Nem olyan dolgokat produkál, amely bármely ember ne tudna használni, hanem a Szentírást idézi. Azt az írást, amely minden embernek a rendelkezésére. És ráadásul nem azt az írást, amelynek a magja konkrétan ő maga, és ezt már újszövetségének nevezzük, hanem olyant, ami az őt megelőző korban már, mint az ő megtestesülését, megelőző korban már megvolt. És ez is alkalmas a keresztény embernek is arra, hogy legyőzze a kísértést. Az Isten igéjét, az Isten kinyilatkoztatását idézi föl. Az ebbe való hit, ami által győz a sátán fölött. Mert a kinyilatkoztatás az Atya ajándéka. És minden szentíró a Szentlélek sugalmazására írt. Tehát az Atya kegyelmét, ingyenes szeretetét hordozza, az ószövetségi szentírás is, csak érteni kell, s ha nem értjük, jöjjünk, bocsánatot kérek, talán vállalkoznék is rá, hogy megmagyarázzam bármely véres eseményt. Nagyon szívesen, hogy hogyan kinyilatkoztam. Az Atya kegyelmét, ingyenes szeretetét hordozza az írás, és a Szentlélek erejét. Vagyis amikor Jézus az írásokat idézi, akkor nem enged a kísértőnek, aki az Isten tervét akarja ketté vágni, hogy ne valósítsa meg ő, mint fiú, aki a világba az Isten az Atya tervében jött, azzal a tervvel, hogy a legnehezebb dolgot hajtja végre, életét áldozza az emberek üdvösségért úgy, hogy neki nincs bűne és nincs neki semmi számla, amit ki kéne egyenlíteni, hanem magára vállalja az összes ember összes számláját. És ez nem azt jelenti, hogy emberi természetben már a mennyországban van, hanem az emberi természetben hova tovább, mintha a pokolt járná meg. És ő ezzel a tervvel jött, hogy ezt valósítja meg. A sátán pedig ezt akarja megsemmisíteni. És ő hová nyúl? Az Atya kegyelme és a Szentlélek ereje. És ezt hordozza a szöveg, a Szentírás, és ezt idézi, és így megmerül az Atya és a Lélek jelenlét. Hogy nem csak kenyérrel él az ember. Mert a kenyér az Isten adománya. Nem magától van, nem az anyaproduktuma, hanem Isten terve valósul meg a kenyérben. A teremtő terve. Akkor is, ha az embernek dolgozni kell. Ezért az, aki a kenyeret adja, még a munka árán is akkor is ő adja, az nagyobb a kenyérnél. Ezért ő belőle is lehet élni. Nem csak kenyérrel. Aki csak kenyérrel él, az lelkileg meg új, mert nem táplálja a lelket. Az egy másik kérdés, hogy valóban Isten sokszor megmutatta közönséges embereken keresztül is, hogy nem csak kenyérrel él. Szénai Szent Katalin 33 évet élt, és ebből az utolsó 9 évet csak az eukarisztiában. Azon kívül semmi. Súlyát nem vesztette, munkatűrő kedvét nem vesztette. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten. Ugyanígy a másik két ige is, hogy uradat Istenedet imádd és csak neki szól. Az imádság, ami összeköt bennünket Istennel, és ezért elválaszt a kísértőt. Hogy kísértés idején a szívünk döntésén múlik a dolog, hogy elválaszt.
hogy a szívünk döntése az Isten felé kiáltott, és ez imádságotja. Ez kiment bennünket abból a kísértésből, hogy bezárkozzunk magunkba, és sírálkozzunk, hogy minket nem szeret senki. Pedig az Isten szeret, csak hozzá kell kiáltani, és ő minden szeretetet fölül. És minden más szeretet csak teremtett szeretet. Ő által a megálmodó szeretet, ő pedig közvetlenül a szeretet. Hogy a szívünk emellé döntsön és oda kiáltson, és nem vagyok tele kísértéssel, hogy nem szeret senki, és hogy öngyilkos akarjak lenni. Uradat Istenedet imád, és megtapasztalod a szeretetét, és nem esel kétségbe. A magad pazárságból kiment, és a szeretetben találod magad. Kiment a bűnrabszolgaságból, és abból, hogy a világ bálványainak hódolj. Mert az Urad, az Istened, az az Isten, aki valóban van, és nem Istened, a teremtett dolog. Akár ember, akár tárgy, akár növény, vagy bármi más, vagy hatalom, vagy amivel kísért a sárvány. A világ országai, a politikai hatalom, vagy bármi más. Uradat Istenedet imád, és megmenekülsz az Atya kegyelme és a Szentlélek ereje fogságában a szeretetnek vagy a részese. Vagy a harmadik ige, ami szintén az Atya kegyelme és a Szentlélek ereje, és példát ad arra, hogy te is ezt mozgósít. Ne kísérd Uradat Istenedet. Vagyis, hogy az Atya szerető jóságát ne kérdőjelezd meg. Az ő mindenhatóságát, az ő gondoskodását. Hidd, hogy ő Atya, és akarja a fiú lenni, a gyermek, az Isten gyermeke. A kisgyermekeket nem tudja megkísérteni még a sátánság. Ez az egyház tanítása. Ezért annyira fontos, hogy átéljük a keresség óta az Isten gyermekségünket. Aki valóban az Isten, az Atyára hagyatkozik, ott nem tud semmit tenni a kísértő. Azért vegyük elő, mert erről szól Szent Pál mai részlete is a római levél. Közel van hozzád az ige, a száddal és a szíved. De ez már nem csak a Szentírás szöveg, amit elő kell venni, mint Jézus elővettel kísértésére, hanem a megtestesült ige, Krisztus. Közel van a szíved. Ő a hit igéje, ő a hit szerzője és beteljesítője, emberként, mert a halálig hűséges volt emberi hittel az Atya tervéhez. Valóban fiú, nem úgy, mint Ádám, aki megbukott, nem úgy, mint Izrael, aki Isten gyermekének tartotta magát és számtalan szólt. Ő valóban a vérontásáig ellenállt, a kísértésnek. És a zsidókhoz írt levél minket is erre biztat, hogy még nem álltatok ellent a kísértésnek véretlen bontásáig, mert Krisztus ezt tette, és példát adott benne a szerepet. A hit igéje, aki a számban, a szívemben kell, akit ki kell ejtenem a nevét, mert a számban van ott, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy föltámasztotta a halálból, üdvözülsz, vagyis megmenekülsz a kísértéstől és annak következményétől, a lelki halálból és a pokoltól. Az ember nem tud akkor szenvedni fölöslegesen, hanem csak szeretetből, amely kincs, drágább mindennél, üdvösséget termő szenvedés másoknak és önmagának. Ha száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és nem az kísértő, és nem a kísértés, hanem Isten uralma, az Isten országa jelen van által, Krisztus által, aki uralja az én lelkemet, nem kell produkálnunk, nem kell előidézni a Fiúisten megtestesülését és föltámadását. Csak hittel el kell fogadnunk, ami egyszer már megtörtént. És vele, a megtestesült igével és föltámadtal, aki jelen van az életünkben, egyesíteni kell a lelkünket. És győzünk mindig.
győzelemről győzelembe haladunk. Aki benne hisz, meg nem szégyenül, mondja Pál. Aki segítségül hívja az ő nevét, üdvözül és megmenekül. Foglaljuk össze a tanítást. Jézus valóban az Atya fia, az Isten fia. Mert a legnehezebb körülmények között is fiúnak bizonyul, az Isten tervének megvalósítója, emberi természetben. És így szolga is az Atya szolgálja, a mi üdvösségünknek szolgálja, az írásokat előtéve, annak a beteljesítőinek bizonyul, az abból származó hitet éli emberi természetben, és beteljesíti, nekünk példát adva, hogy mi is engedjük, hogy az az írás, amit ő megtestesített, bennünk is testet töltsön, mi is az szerint éljünk, és így részünk legyen abban a szabadulásban, amely minden gonosztól megszabadít minket. A Szentlélek erejével, az Atya kegyelmével, és a Fiú bennünk való megtestesülésével, lelkünk templomán, üdvösségünk lehet itt, ebben a világban, szabadulásunk, békünk, örömünk, noha a keresztfordozás állá, mégis békénk, örömünk, fiúságunk, Atya gyermekeként élhetünk, odaát pedig végleg elnyelhetjük az országot, akiért, vagy bocsánat, amiért a Fiú Isten a világba jött. Amen.